a kép, hisz rám vár már a táj. Fölrecsen a nagy gép, a rába John Deere Class. Megszívja mindenki, ki a traktor elé mász. Ez nem farming szimulátor, 0 kilobájt. Élőben hajtok traktort, na meg nagy kombájnt. Lazítok, silózok, a tarlót hántom ér. Jó munkát, emberök, ez nem videogép. Én ettől leszek vad. Nem vagyok én olyan streamer, mint mindenki más. Azért nézöl engem, hogy a kombájnom a láss. Minden nap a földet szántom, kül a társaság. Kiáltsuk hát együtt, éljen a mezőgazdaság. Azt a mocskos már megint nál vagyok, rúverolni, hengerezni, tárcsázni fogok. Együtt könnyebb lesz a munka, örülök, ha jössz. Felhangzik az agrárnak, oszd majd lesz, ami lesz. Feladat, mert tegnap, ahogy befejeztem egyébként, amikor elköszöntem tüketök, akkor be is fejeztük, leálltam vége, jó, annyi, még bátyám kint volt, úgy behozta azt a izét, csak annyi lőtt csinálva, hogy fölött GCB-vel vagy katerra dúrogatva, azt majd a rába, mint emelőke beszart, és hát mivel legyen tolva, hát azt kitaláltuk, hogy akkor akasszuk át nagy klasszra, most majd tologatom én máma. De máma nem sok minden lesz tolva, úgyhogy azt mondom, ezt találtam ki, ezt a kamera szöget, úgyhogy máma, ez lesz a feladat. Előre, hátra, főtoljuk. Nem tudom, hány kocsival fogunk máma behordani, mert nem sok maradt tégnap, de valami olyasmit mondtak, hogy 3-4 kocsival lesz talán behozva, a többi meg ilyen napi ötletéses témára el fog menni, úgyhogy ez a terv, úgyhogy
tegnap egyébként eléggé jól időzítettem a gép a stream leállításával, pont végelőtt, vagy pont belőtt fejezem volt a gép. Tegnap fölött dolga a Caterpillarrel, csak azzal nem nagyon jó durni, mert ugyebár vési az előzőt. Úgyhogy máma én leszek a tollapos. Egyébként szia Kori, szia Drúman, itt mindenkinek, sziasztok chat. Remélem tetszik ez a kamera beállítás. Mondom, így legalább lehet látni mindent, ami lényeges. Azt láttak engem. Azt szerintem a legfontosabb. Hátra láttok. Úgyhogy legalább nem hátamat nézitek. Felétök tudok beszélni. Hogy vagytok? Hogy telik a nap? Nemrég jöttünk ki egyébként. 9 órára voltunk beszélve, kicsit később jöttünk, mert ugyebár a negyedéves könyvelői papírokat össze kellett szedni, számlákat, bankszámlakivonatokat le kellett töltenem, el kellett küldenem a könyvelőnek, meg ilyenek. Na, milyen mappon játszol? Kóri. Gyári alapmappot? Nem, Elmrek. Játszottam én rajta. Szerintem az a gyári, nem? Tegnap este egyébként majdnem kitettem a következő vodot, csak valami gond van vele, aztán le kellett töltenem, újra kell renderelni. Azt azért van, úgy tudom főtölteni, és föl kell töltenem, valami baj van vele. Most tegnap azért, vagyis máma azért nem lőtt még 10 órakor volt,
a pár napja azért nincsen volt, mert itt ilyen gép előtt nem vagyok, úgyhogy...
Kevin? Halló, halló. Kevin, köszönöm szépen. Na srácok, rossz hír. Öröm van, de nem sokáig leszök. Most, mert valószínűsíthetőleg még egy kocsival megyünk az vége, és az is már gyűnt. Úgyhogy nem sokáig tart ez a live. Gondolkoztam, hogy fölüljön ide. Föl szerettem volna mindenféleképpen, de hát eddig tartott. Ja, annyi mi is bátja. Na, nincsen hűdetele. Hát én is sajnálom. Nem sokszor mutat lehet így lehetőségem, hogy sírlőt gyúrjak. Bár mondjuk sokkal jobb volna az elejével. Akkor lenne ugyanúgy a kamera mindig nap volt. Sírozó is itt van. Mi újság, Kevin? Hogy vagyok? Volna már párszor, de sosem tudom rá. Amikor otthon vagyok pihenni, akkor nem az az első gondolatom, hogy mindig elúszni.
bocsánat, körül is annyi mozdás. Mondom én ezt, ránézd rám. Mondjuk én relatív sokat mozgok azon kívül tényleg, hogy itt ülök, mert előtte, utána. Csak az, hogy a... Ja, hát igen. Azt szeretném én is majd nyomni. Úgyhogy lesz egy kis szabad, na, hosszabb szabad időm, akkor annak ugrok már neki.
Joker, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 30. hónapot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, 30 hónap. Ja is csordottak vagy. Köszönöm szépen. Mennyi? 30, te jó Isten, 30 hónapja. Kegyetlen gyerek, kegyetlen. Nagyba tapossuk. Jaj, de szépen mutatja. Képernyő ki minden rába is. Ezért kéne rear zoom display. Nem, far 70, 37%-os. Még Józsi is gyűnt. Tapossa mindenki. Nagy üzem. De mi történik most a posás? Egy engedés. Mindjárt.
nem buta kérdés. School. Hát most figyelj, azt csináljuk, hogy ilyenkor a zsillót tömörítjük, a levegőt kiszorítjuk, és így, mert azért kell kiszorítani a levegőt, mert ha a légrés marad közte, akkor ott az mögrohad, az tönkre megy, az büdös lesz. Zsíró taposás, it's on. Úgyhogy ez történik most. Légtelenítés, mondjuk úgy, ilyen hülyén mondva, meg levegő tömörítés. Ha mondjuk a kettő tömörítés, azzal kiszorítjuk azzal, hogy itt a levegőt. Hát szerintem pont a rába minél több a kerék, annál nagyobb, annál kisebb szerintem ennek. Mondjuk súlyilag, mert ennek csak 650-es a gumia. A rábának két vékony kerék, de csak dupla kerék. Ugyebár. Szia Zoli! Jó reggelt, jó munkát! Köszönöm szépen egyébként! Csak az orsó hiányzik nekem aztán. De mondjuk, ha belegondolunk, szerintem a rába meg sokkal nagyobb súlyú, mint ez. A több kerék, hát nem tudom. Ezt igazából meg kéne nézni. Tényleg feldurrant a hidrolika tömlője, azért kezdtem én taposni, azért gondoltam, hogy live-ozom, mert azt hittem, hogy hosszabb ideig tart, mert most már csak taposni kell, mert izé van. Ennyi, most már csak letapossuk, aztán végzünk is, csak az van, hogy tényleg, hogy elköszöntem, befejeztem a live-ot, mondom, jó, elfáradtam, srácok, úgyis ennyi, így, úgy. Hát az történt, hogy beértem is vége, mivel eldurrant a hátsó munkahengernek a... Ezért több ilyen szimmering kidurrant, az folyt az olaj. Jó, hát akkor az nem. A kater a tényleg pritiltott valami váltóhiba miatt, máma kitakarították, azzal lehetett volna. De nem akarták, hogy még egyszer bepakoljon a... Azért.
hűtő, azt így máma kitaláltuk, hogy átszereltünk erre, azt majd dúrom, hogy majd fődúrom azokban, hogy kint vannak, de hát két kocsival maradt kint, úgyhogy faszom. Igazából, hogy milyen állapotban van a rápa? Egyébként mocskos jó, klíma tökéletes benne, most az egy hiba van benne, hogy ez a munkhenger tönkre ment, de ez igazából bármelyik gép tönkre tud menni. Leginkább már erre használják, mondjuk izére is szokták most, például tallóhántásokat IH tárcsával, 6-2-es IH-val eltárcsázták. Képes. Azt mondod, Zoli, csak egyszer átszaladnál rajta, aztán elég is volna. Ezért föl lehetne venni. Kerékkel, vagy én szimplával. Nem tudom, én most így eldöntök a kérdést. Annyi, hogy nincs fent az 1500 kg sorsúlyom.
hogy az van az a cég, Untrakó, csak hát olyan árakért mondják azokat a lábákat, hogy kegyetlen. Szia Dugó, hello, hello. Nem fogja főkapni az olajat az a gép. Amelyik Cummins dízelmotorral van újítva, van is róla Agroinform YouTube csatornájáról a videó. Szerintem elég komoly mögött csinálták. Egyébként, ha lehetne róla valaha lehetőségem, szívesen kipróbálnám munka közben. Sőt, van egy magyar TikTokos srác, írogattam így neki, tegyen föl videókat róla, tett föl pár videót, de ilyen rövideket, hogy dolgozik vele. Brutális. A fokozatmentes váltóval szerintem az az. Nagyon jó.
Bené. Hello, hello. Amikor elközöntem, aztán be is ment fejezve, lényeg az. Azért, mert a Rábának a hátsó munkaengere az elfikkantotta magát. Most az olajat, úgyhogy nem bír emelni, taposni tud. Azt, ugyebár nem tud, nagyjából nem tudna, láttuk, hogy mennyi maradt ki. Azt átszereltük mámröggel erre, hogy majd én dugom befele. Aztán én leszek a taposós. Mert nincs másik nagy kép, amit tudná taposni, vagy durni. Csak az az igazság, hogy két kicsi van maradt kint. Azt mondom, már behozták, ez az egy úros szalad, amely vagy most éppen live. Így lettem én a taposós máma. Itt van fönt hátul a tolólap, előre nem fért fel, kicsiába. De szia Peti, hello, hello, köszi szépen, meg vagyok vele, hogy munkával, de lassan ezzel itt nem végzünk. Tudom, hogy még máma jelentkezik-e. Szeretnék jelentkezni, de nem tudom, hogy mit dolgozunk le, de majd megyünk az abot vágni, megyünk valami, de annak még eljesszük is csinálni. Kitaláljuk még. Úgyhogy egy... Bocsánat, álmos vagyok. Azt igazából ennyi máma mai. Vagyis egyelőre már úgy néz ki, hogy ennyi, de ha lősz bármi olyasmi, akkor jelentkezök még live-val, srácok. Úgyhogy ennyi. Búcsúzok. További szép napot kívánok nektek. Kellemes csütörtök délutánt.
és legközelebb akkor találkozunk. Sajnálom, hogy ilyen rövid volt a live. Én is gondoltam, hogy ilyen rövid lesz, azt hittem, hogy hosszabb lesz majd a tartalma, de így alakult. Sajnos. További szép napot! Sziasztok! Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
We'll be right back.